Köszöntöm a nézőket! Hónapok óta tart a háború Ukrajnában. Hogy mi vezetett ehhez a helyzethez, és milyen szerepe van a diplomáciának a háborúban, megtudhatják a következő percekben. A Matthias Corvinus Kollégium rendezvényén jártunk. A diplomácia önmagában izgalmas, kevesen értik, sokan gondolják, hogy kicsit egzotikus és megfoghatatlan, nem az egyébként, hála Istennek. Remélem, hogy nem is az, mert az önök adójából csinálják, úgyhogy ne is legyen az. Mai témánk pedig a diplomáciai tárgyalás stratégia, hiszen, mint tudjuk, eseken részletezni ugye háborúban a szomszédunkban. Erről bármit nyugodtan kérdezhetnek, igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni. Én arra gondoltam, hogy a háborúról én annyit nem beszélnék, szoktam minden nap, minden fórumon, tévében, rádióban, mindenki, aki kérdez, úgyhogy örömmel tényleg, én akár rövidebbre fogom az előadásomat, és nagyon örömmel válaszolok mindenre, szankciókkal sokat foglalkozom, háború béke kérdésével, magával a diplomáciával, amit az elmúlt két hónapban láttunk. Lehet csak ez a téma, de én arra gondoltam, hogy adjak is valamit, ne csak beszéljek. Én hoztam olyan tárgyalási koncepciót, ami mondjuk a peace az tipikusan fegyveres konfliktus esetén a békét célzó tárgyalásnak az egyik koncepciója, de beszélünk másról egyébként diplomáciáról, kommunikációról, tárgyalásstratégiáról, de ez majd alakul akkor menet közben, jó? De tényleg nagyon interaktívan szoktam, nem csak az osztályteremben, hanem bármelyik városban vagyok, egyik kedvenc városomban, meg főleg. Theo Roosevelt nekem nem, Theo, nem ismertem az elnököt, de kedvelem, nagyon szerette a magyarokat, nagyon szépen beszélt rólunk, meg írt is. Ő mondta, hogy beszélj szépen, legyen nálad egy furkós bot, sokra viszed. Mit gondolnak, mi lehet ez a furkós bot? Igen. Ez a furkós bot, ez igazából őszinte leszek, lehet tenger alatt járó fegyver, vagy rengeteg pénz. Nekünk magyaroknak általában a beszéd szépen marad, ezért kell a magyar diplomatának jóval ügyesebbnek lenni, vagy sármosabbnak, vagy viccesebbnek, vagy sokkal okosabbnak, valamit be kell dobni, mert több milliárd dollárunk soha nem lesz, hogy megzsaroljunk sem európai, sem afrikai országot, és tenger alatt járom sincs, vagy atom nagyhatalom se vagyunk. Ez az igazi kihívás egyébként a tárgyalási stratégiákban, mert nekünk nincs. És valóban egyébként független a háborútól, a diplomáciában sajnos nagyon fontos a furkós bot. De még gazdaságdiplomáciában is, ami a kedvenc területem, épp azért, mert ott van legkevesebb politika, azért szeretem, azonban is a kereskedelem diplomáciát szeretem, látjuk a befektetőket Székesfehérváron, másik oldalról meg elviszik a termékeket, exportfejlesztés, befektetés, ösztönzés, ezt szeretem. Ez még akkor is van, hogyha rosszul vagyunk Ukrajnával, a kaminok nem állnak meg. Tehát az üzlet az megy, kivéve, hogyha mondjuk szankciók vannak, annak is oka van, hogy most miért, erről nyugodtan kérdezzenek. Nem vagyok szankciópárti, de mondjuk még mindig jobb, mint háborúzni. Ha nagyon muszáj, hogy legyen szankció, csak azt szoktam mondani, hogy ne ássunk olyan gödröt, amiben mi esünk bele, úgyhogy a szankciókkal szívesen vitatkozom. Az addig, amíg nem árt nekem, aki valakire kirója. Onnantól, hogy már árt, onnantól már nem szerencsés. Tehát a diplomáciai kommunikációban nagyon fontos az, hogy tényleg szépen beszélünk, de a magánéletünkben is, meg a buszmegállóban is fontos. A furkósbot valóban itt egy fizikai fenyegetés jelent. Nem is kell, hogy igazából háború legyen, önmagában a fenyegetés már segít. Tehát egy amerikai diplomata teljesen máshogy tárgyal, mint én, de egy francia diplomata is teljesen máshogy tárgyal. Érdekes egyébként, például a kínaiak és az oroszok szerények egy tárgyalás alatt. Én 6 országban voltam diplomata, Dél-Kelet-Ázsiában kezdtem, Szingapur, Indonézia, Malajzia, Fülöp-szigetek, majd Genfben képviseltem Magyarországot állandó képviselőként, nagykövetként a kereskedelmi világszervezet mellett 2018-ig. Nagyon sok diplomatával tárgyaltam, amerikai barátaimban benne van ez a magabiztosság, ők általában nem tárgyalnak, ők ultimátumot adnak, de tudom, hogy ma nem az ő tárgyalásuk a téma. Csak érdekességképp gondoltam. Tehát ez a furkós bot és a beszélj szépen, egyébként pont egy amerikai szerzőnek egy elég jó műve, a Clinton adminisztrációnál dolgozott, a Harvard Kennedy Schoolnak volt a dékánja, Joseph Nye hírta ezt a carrot and sticket, amikor adjuk a répának a, nem, fordítva nyuszinak a répát, és hogyha valami gond van, akkor oda csapunk.
és hogy a háború miatt kicsit oldjam a feszültséget, megmutatom a magyar unortodox módszert, hogy nekünk mi a furkosbot. Két rúd téli szalámival állok Szingapúrban, hát nekünk ez van, mi ezzel harcolunk. Egy évig tárgyaltam a Növény Élelmiszer és Állategészségügyi Hatósággal, és Dél-Kelet-Ázsiában először sikerült megszerezni a PIK export engedélyeket. Nemzetgazdasági szempontból az export értéke kb. Nulla, és a PIK szempontjából se lehet kimutatni egyébként nagyon szerintem, a több mint 100 milliárd az exportja, az, hogy minden szingapúri árvázban ma van 10-15 fajta PIK termék, ez pár százezer, maximum pár százezer eurót jelent, de nagyon büszke vagyok rá, hogy ezen is dolgoztam egy évig, de ez tényleg csak a jó hangulat miatt, hogy nálunk ez van, PIK szalámi. Tudom, hogy nem Szegeden vagyok, de gondolom Fejérvárban is szeretjük a szalámit. Ennél már kicsit komolyabb téma, nem szoktam Kennedyt idézni, se én vajon a politikájával se, de ez tényleg nagyon fontos és személyes jó tanács is, meg azoknak is, akik háborús konfliktus idején tárgyalnak, hogy mindig tárgyaljunk. Mindig. És soha nem szabad attól félni, hogy mi lesz ennek a következménye. Szóval tényleg a tárgyalás az a lényege, hogy tényleg álljunk oda, álljunk bele, mert nem lehet tudni. Az, hogy hogyan és miért, természetesen általában nem a családdal tárgyalunk, bár az is lehet nagyon nehéz, még a barátokkal is, mindig alkalmazkodnunk kell, de főleg egy ilyen konfliktus esetén tényleg ez a legnehezebb, ez a legszörnyűbb. Gondoljunk bele, hogy de szép magyar nyelvünkben van egy ilyen szólás, hogy a harag rossz tanácsadó. Természetesen, hogy nem lehet úgy háború alatt tárgyalni, hogy dühösek vagyunk, félelmünk van, bosszú vágyék bennünk, hiszen lehet, hogy amíg tárgyalunk, addig halnak meg honfitársaink. Ezt a két fél soha nem is fogja megoldani, nem is nagyon oldotta meg soha a történelem folyamán egyik háborús fél sem. A nemzetközi szakirodalom unalmasan úgy hívja, hogy egy szenáriós eljárás, magyarul mindig kell egy közvetítő fél, ahogy volt a délszláv háborúban, de volt az ókori görögöknél is, vagy tudjuk az első-második világháborúnál is. Mindig kell egy olyan fél, egy olyan partner, akiben valamelyik partner megbízik, vagy esetleg ne zárjuk ki, hogy mind a kettő. Hogy emlékeznek, pont egy pár nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök javasolt, hogy mi lenne, ha esetleg Budapesten folytatnánk, természetesen nem egyedül, hanem ő akkor ugye megnevezte a német kancellárt, Olaf Scholzot és a francia elnököt, aki nem kizárt, hogy újra francia elnök lesz, az első forduló adatai alapján Macron jöjjenek Budapestre, és itt kezdjünk el beszélgetni. Bemutatnék egy pár lépcsős, a béke betűiből összerakott, kifejezetten fegyveres konfliktusra vonatkozó tárgyalási koncepciót, aminek az első, első betűje a P betű, ez a peace szóból, ami angolul is prioritize, de szerencsés, mert magyarul prioritás. Itt mire gondolt a költő? Itt arra, hogy sem a tárgyaló, itt a tárgyaló felek ne a személyes ambíciójuk alapján tárgyaljanak, erre majd lesz egy példám, több is, hanem tényleg a nemzeti érdeket vegyék figyelembe. Nagyon triviálisan hangzik, nagyon patriótának is, tőlem főleg, de én patrióta vagyok, de látjuk akár a jelenlegi konfliktusban is, hogy vannak gazdasági érdekek, hogy minden háborúban vannak személyes politikai ambíciók is, ahelyett, hogy tényleg a nemzeti érdeket néznék a szemben álló felek. Tehát triviálisnak tűnik, de hogyha most itt ülne mondjuk egy orosz vagy egy ukrán velünk, aki esetleg tagja a tárgyaló delegációnak, mondjuk ők nem spontán beszélgetnek, mint ahogy mi fogunk, diplomáciában úgy hívják, hogy mandátumot kap, ők szerintem elég szigorút, tehát megkapja a házi rendet, hogy ő miről beszélhet, meddig, hány centig, milliméterig. Valószínűleg, hogy ő le van kötve, hogy ő miről tárgyalhat, mit mondhat. De akkor is én érzem ennek a P betűnek a hiányát, és ez nem utópia, hogy az ember úgy tárgyal az ország a képviseletében, hogy ott van elsősorban a nemzeti érdek, nem pedig akár rövid távú, akár hosszú távú saját politikai érdeke, akár politikai túlélése, vagy akár gazdasági érdek. Nem tudom, hogy igaz-e, de egy héttel ezelőtt a Wall Street Journalban megjelent egy cikk. Tényleg nem a cikket tudom, hogy igaz,
És azt is tudom, hogy Münchenben volt egy biztonságpolitikai summit, egy biztonságpolitikai csúcs találkozó, ahol állítólag innentől nem vállom az információt, mert nem tudom, hogy ők beszéltek-e. A német kancellár odament az ukrán elnökhöz a háború előtt 2 héttel. Az időpontot tudjuk, ez a müncheni esemény ott volt, ők ott voltak. És azt mondta neki, hogy ha most bejelented, Volodymyr, ha most bejelented, hogy nem fogtok csatlakozni a NATO-hoz, és kijelented, hogy ő Ukrajna ő katonailag abszolút semleges, ez nem lesz háború. Állítólag, nem tudom megerősíteni, az volt a válasz, hogy nem. A lakosság és a társadalom 80%-a támogatja a NATO csatlakozásunkat, így engem is természetesen, és innentől tulajdonképpen nem is kell magyaráznunk. Nem vagyok se orosz párti, se ukrán párti, utálom a háborút, szerencsére nem éltem meg egyet sem. De biztos, hogy lehet okosabban csinálni, és biztos, hogy lehet jobban akár mindkét fél részéről a nemzeti érdeket megfigyelni. Azt is lehet látni, hogy az oroszoknál a hosszú távú legnagyobb probléma, hosszú távon most jelenleg személyi áldozat, óriási anyagi áldozat, az a hosszú távú reputációs válság, hogy a hírnevükben a következő években, de nem zárnánk, hogy évtizedben mi lesz, ami a butaság szüleménye. Meg én hangsúlyozom, nem vagyok orosz párti. De az, hogy német cukrászdában orosz krémtortát nem szolgálnak ki, vagy ismerős orosz házaspárt kizavartak egy postáról, egyébként Budapesten is inzultáltak már plázában oroszokat, hogy mennyi haza háborúzni, ennyire buták vagyunk sajnos, nem székesfehérváriak, vagy nem én Csóri Sztalinvárosi, vagy apukám hívja, Dunajvárosi, egyszerűen ilyen vagyunk. És lehet látni a világban, az információ, dezinformáció világát, hogy azt szokták mondani, hogy ezt az információs háborút Ukrajna megnyerte, mielőtt az első puska eldörrent volna. Ez így van, ezt mi nyilvános diplomáciának hívjuk, public diplomacy, látjuk. Minden nap a TikTokon keresztül tényleg, amit a gyermekeik, vagy akár az én gyermekem is sajnos használ, bármilyen Instagram, Facebookon, mindenhol percenként látunk posztokat, és tulajdonképpen real time-ban azonnali úgy követjük a háborút. Annyit tudtunk a délszláv háborúról, akinek volt Baranyában ismerőse, nem tudom, néha hallott valami pif-puf, vagy nem tudom, a híradóban 3 perc. Most meg 24 órában kapjuk, nem azért, mert az oroszok és az ukránok, hanem azóta a technológia és a közösségi platformok ennyit fejlődtek. Viszont ennek óriási negatív hatása is van, hiszen ezt nézik az európai és a nyugati választópolgárok is, akik kérdezik a politikusaikat, hogy mit teszünk ez ellen. Ezért el is indult egy licit háború, hogy ki utálja jobban az oroszokat, és ki szereti jobban akár az ukrán elnököt. Életükben nem hallottak Ukrajnáról sem, hogy legyünk őszinték, legkevésbé Zelenszkijről, de Zelenszkij pólóban járnak az emberek közérbe Los Angelesben. Azt se tudják, hol van Arizona, vidógyú respekt, és nagyon szeretem az amerikai barátomat, de ezt tudjuk róluk, hogy azért másmilyen az oktatás, mint nálunk. Meg általában eléggé Amerika USA centrumban, USA központú. Hát ez olyan nekem kicsit, mint amikor az ujgurokat védik, fogalmuk sincs, hogy kik, de azzal idegesítem Pekinget. Szegény Ukrajnának azt szokták mondani, hogy puffer zóna, nem túl diplomatikus, de így van. Igazából azért támogatta mindig a nyugat, és főleg az Egyesült Államokban, azzal is tudom idegesíteni Putyint. Hát látjuk, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. De én akkor is azt mondtam, hogy az agresszió, tehát háborúzni nem kell. Azt sem mondom, hogy nem kell idegesíteni a medvét, a medvével is lehet tárgyalni. Az élet nem fekete-fehér, tehát nem a szürke 50 árnyalata, de tényleg, tehát sokkal bonyolultabb, és én ezt nem érzem egyébként, nem hiszem. Tudom, hogy az orosz elnök népszerűbb, mint valaha, általában egyébként a háborúban minden politikus népszerű, főleg amíg nem hal meg valakinek a testvére, vagy a gyereke, vagy az apukája. A háború mindig rossz megoldás. Háború nem oldott meg semmit. Még háborút sem tud lezárni háború. Általában azért is van utána háború, mert rossz volt a lezárása. Nekünk ezt magyaroknak nem kell magyarázni, mi történt velünk. 1920-ban azért léptünk be a másodikba. De most kicsit előre szaladtam, de még annak se örülök, hogyha lesz egy békés megegyezés, mert olyan békés megegyezés kell majd, ami nem lesz az előszobája egy következő konfliktusnak. Mert hogyha olyan megegyezés születik, remélhetőleg heteken belül, hónapokon belül, ezt még tényleg én sem tudom, pedig készültem,
ami valamelyik fél számára előnytelen, nagyon előnytelen, úgy érzi, és nagyon sérelmezi, azt addig fog tartani, amíg nem jut erőt, pénzt, fegyvert, paripát, hogy visszacsapjon a furkósbotta. Tehát nem is a béke a cél önmagában, hanem egy olyan béke, ahol mind a két fél nyer. Egyelőre ez most utópia számomra, de hogyha nem ez lesz, akkor 5 év múlva megint lehet egy konfliktus. Hiszen tudjuk, hogy ez a konfliktus tulajdonképpen 2014 óta mindennapos volt, főleg a keleti tartományban. Még a forradalom se spontán, nemhogy a háború. Tehát mindig vannak előzmények, még a magánéletünkben is. Lehet, hogy egyszer kiborul a bili, és elkezdek kiabálni valakivel otthon, de az már érett bennem, lehet, hogy hónapokig, vagy hetekig már meg akartam mondani, hogy hogy bánnak velem otthon a konyhában. De az rögtön nem, amikor meg kivakul, spontánnak tűnik, de nem spontán, ez történt itt is. Annyi még azért történt, hogy 2014-hez képest Oroszország sokkal erősebb, sokkal gazdagabb, és geopolitikailag is, még a nagy picture-ben, a nagy világban is erősebb lett, konkrétan például Szíriában erősebb, mint az Egyesült Államok. Soha nem kenném a nyugatra a háborút, de azt is látni kell, hogy az orosz elnök azért átgondolhatta, hogy milyen geopolitikai klíma veszi körbe. Van egy soha nem volt ennyire népszerűtlen amerikai elnök, és ez még diplomatikus. Volt egy nagyon csúnya afganisztáni fiasko, amikor ott hagyott mindent, és kirohantak, azért ez segített a gondolataiban. És van egy olyan Európai Unió, ami nagyon széthúz, nem találja önmagát, föderalisztikus legyek, nemzettudatos legyek, amit mi tudjuk, hát 10 éve szabadságharcot vívunk mindenkivel, aki nem úgy gondolkozik, ahogy mi, de még inkább azok bántanak minket, mivel mi nem gondolkozunk úgy. Tehát azért ez benne volt, lehetett a pakliban. Bármilyen agresszor, biztos, hogy nem rossz stratéga az orosz elnök, és ez felmérhető, hogy van egy nagyon széthúzó nyugat, a NATO-ról semmit nem lehetett hallani a csatlakozásunk óta, csak az, hogy az, a tagállamok keveset fizetnek be, ez így is van egyébként, vagy maximum annyit, hogy 2018-ban Trump Brüsszelben kiabált, hogy mi baromi sokat fizetünk, ti meg szinte semmit, egyébként igaza volt, 70%-át a büdzsének az Egyesült Államok állja. De itt is érdemes elgondolkozni, hogy miért éppen akkor is, miért éppen Brüsszelben borult ki, mert nem baj, hogyha tudjuk, hogy igazából Európa számukra sem prioritás, hiszen nem csak hogy nála, már előtte az Obama adminisztrációnál az Egyesült Államok az igazi ellenfélre kezdett fókuszálni, az pedig nem Oroszország nagyon régóta, hanem a hidegháborúban vagyunk, hanem Kína. Tehát nem csak pénzben, hanem haderőben is majdnem a kétharmada az Egyesült Államok haderejének, ami még mindig első a világon, az a csendes óceániai régióban van, Kína körül. Az mindent, hogy a dél-kínai tengeren éppen közel Fülöp-szigetekhez, de igazából a kínai érdekszféra körül állomásoznak a legdrágább és a legnagyobb hajók, nem itt a környéken, ami egyébként számomra nem is baj. Hát akkor visszatérve a P-hez, menjünk tovább az E betűre, hogy összejön a P-A-C. Az enhance, ez pedig az erősítés, fejlesztés, kiemelés, a közös érdekek, tehát milyen közös érdekeik lehetnek most Zelenszkijnek és Putyinnak? Hát van. Van, mert amióta beszélek, nem tudom, hogy hány ukrán halt meg, azt sem tudom, hogy hány orosz. Teljesen mindegy, hogy hányfajta csatornát nézek, senkinek nem hiszek el semmit. Orosz is hazudik, ukrán is hazudik. Nem kicsit. Mindenki próbálja befolyásolni a közvéleményt, a nemzetközi közvéleményt. Ebben mondjuk Ukrajna erősebb, ez biztos. Mert csak azért is, amikor az elnök felesége kizárólag halott gyerekekről posztol. Apuka vagyok, gyönyörű kislányom van. De biztos, hogy történik azért más is, mint hogy meghalnak ukrán gyermekek. Csak ez posztolja, természetesen hatást szeretne elérni, hatást azért lehet is érezni a nyugati világban éppen. Tegnap szavazta meg az Európai Unió a következő félmilliárdos haderő reformot támogató pénzügyi csomagot, amiből szintén nem vattacukrot fognak vásárolni, hanem természetesen nincsen önvédelmi fegyver, fegyver van, amivel lőnek. Vagy éppen kilövi a tankot. Tehát önvédelemből lövöm ki a tankot, de kilövöm a tankot. Tehát ez az önvédelmi fegyver, ez kicsit nekem szkifű. De a lényeg, mi az érdek, amivel kezdtem? Meghalnak az oroszok, meghalnak az ukránok. Kezdjünk el tárgyalni, és senkinek nem jó. Óriási vita van, ilyen számokat nem is hallottam. Tegnap azt mondta a Világbank, hogy eddig 100 milliárd
dollárnál van az ukrán veszteség, hát abból kijönne, hogy a 80 videóton, vagy nem tudom, kijönne 100 Mercedes beruházás Kecskeméten. Tehát ami felfoghatatlan, amiből mondjuk semmit nem fog Ukrajna kifizetni, és ez nem az ukrán ellenesség mondja, eddig se fizetett sokat, senkinek ha tartozott. Háború után meg pláne nem fog, hiszen kihasználja ezt a nemzetközi hangulatot, amiből ugye az elnök egy nemzetközi celebritás lett. Tehát a közös érdek lenne akkor is a pénz, és a gazdasági megegyezés, az első az, hogy tényleg a honfitársaink gyerekek ne halljanak meg, főleg teljesen értelmetlenül. Oroszország nagyon érdekesen alakul a gazdasági része Oroszország számára a háborúnak. Elkezd úgy, hogy bezuhant a rubel, a rubel ugyanott van, mint ahol volt, plusz kevésbé szimpatikus közgazdászok azt mondanák, hogy diverzifikálja a portfóliót, bármit is jelentsen ez, magyarul új partnert keres. Nem csak a magánéletünkben, az üzletben, a diplomáciában, a gazdaságban sincs vákum. Hogyha véletlen az európai vevők, a nyugati vevők eltűnnek, nem marad légüres tér. Annyira nem, hogy egy héttel ezelőtt elindult az első rubel alapú szállítmány Indiába, és ugyanúgy elindult olaj- és gázszállítmány Kínába. Tehát az oroszok valószínű, nem olyan sikeresen, de főleg a gáznál, mert a gáz ugye a vezetékek több évtizede rendelkezésre állnak, és azok a vezetékeken erre nyugatra indul a gáz, azt nem tudom átfordítani hirtelen keletre, de az olajra semmi gond, azt berakják a tankerbe, az likvid, az rohan. De a gázt is egyébként meg lehet oldani. Tehát az érdekes, hogy az oroszok gazdasága hogy alakul, egyébként természetesen nagyon sokat veszítettek már az elején, érdemes lenne majd a szankciókat megnézni, szerintem mi többet, nem magyarok, a nyugati rész, erre mondtam, hogy ne ásunk olyan gödröt, amiben mi esünk bele, de akkor is ez nem érdeke Oroszországnak, hogy ennyire diverzifikáljon, hiszen 80 millió köbméter gáz tegnap is elindult a Gazpromtól felénk, és nyugat felé, Németország, stb. Tehát a gazdaság is biztos érdek, és amit az előbb mondtam, ez a reputáció, ez a hírnév. Ez egyetlen egy politikusnak sem jó, hogy az életbe senki nem fogja fogadni, kivéve Afrikában, Indiában, Kínában, mert legyünk őszinték, egyszerűen ciki lesz az agresszorról egy képet csinálni. Tehát nem fog Párizsban a Macron fogadni, nem megy a királynő a Buckingham palaszban, mint hogy állandó vendég lett volna. A lényeg az, hogy az a politikus, aki innentől a béketárgyalásokon kívül bármilyen párbeszédet fog folytatni, a világ egyik legnagyobb lélekszámú, és gazdaságilag is ennek a 11. legerősebb a világon, és első számú atomhatalom elnökével, annak otthon el kell számolnia, hogy te egy agresszorral tárgyalsz. Annak meg nem akar. Azt meg nem akarja. Így is egyébként elég sokszor el kell számolni a választók felé, extra stressz a politikusnak nem kell. Inkább elmegy oda, akivel utána örömmel tud fotózkodni. Még akkor is, hogyha szerintem Oroszországot nem lehet leválasztani gazdaságról. Nekünk biztos nem csak magyaroknak, ennek a nyugati világnak. Egyébként az USA-nak sem, csak azokról a termékekről senki nem beszél, ami nincs szankcionálva, mert az nagyon-nagyon kell az Egyesült Államoknak. Tehát utópiában én azt gondolom, hogy igenis van közös érdek, a hosszú távú reputáció, a gazdasági, és elsősorban az a nemzeti érdek, hogy ne halljanak meg szerencsétlenek ártatlanul, de az se jó Putyinnak és egyetlen egy orosznak sem, hogy már a Forma 1-ben sem ülhet be, van olyan balettos, akit kirúgnak, ami a legdurvább. Itt vannak velem egykorúak is, én még gyerek voltam 84-ben a Los Angeles-i olimpia idején, de volt egyszer egy közelmúltban egy rádió beszélgetésem, utána néztem, több magyar sportolunk akkor lett volna először és utoljára bajnok. És azóta sír. Álmában is, meg nappal is. Tehát semmi köze szerencsétlennek, még az elnökhöz sem, nemhogy a háborúhoz, de az biztos, hogy ilyen szinten fognak büntetni minden orosz, teljesen jogtalanul, de ettől meg a háború borzalmas. De hogy ártatlan embereket ezért, ez olyan, mintha nem tudom, annó mindenki azt mondták volna, hogy szemét kommunista, miközben nem mindannyian voltak kommunisták, apukám biztos, hogy nem, mert úgy nőttem fel, hogy azt mondta, hogy kisfiam, március 15, egyszer piros betűs ünnep lesz, hidd el, meg fogjuk érni.
Tehát, hogy olyan, mintha azt mondták volna rá, hogy a Brezsnyevnek valamelyik kutyája, miközben minden évben úgy kezdődött az osztályfőnöki óra, hogy Rajmund kapukája már nem ott dolgozik, ahol tavaly nyílt a napló, és be kell jelenteni, mert nem szerette a párt. Tehát ő sem volt kommunista. Ahogy nem minden német volt náci, tehát nem minden orosz biztos, hogy háborús bűnös, főleg, hogy a több mint 100 millió emberről beszélünk, egy régi kultúráról, egy sport nagyhatalomról, ugyanúgy természetesen megvédeném Ukrajnát. Mindig az ördög ügyvédje vagyok, akit bántanak, azt védem. Egyelőre Ukrajnát nem bántja. Na nézzük az A betűt ebből a PAC-ből. Az A, az pedig az alkalmazkodás, az adept, ami egy evolúciós túlélési tulajdonság. Ha nem tudnánk alkalmazkodni, akkor mi ma nem találkozunk. Önök alkalmazkodtak az időponthoz, az MCC-hez, akár még az időjáráshoz, mindenhez. A gyerekeikhez, a kutyájukhoz, a macskához is, akinek van, de még a papagájhoz, de még az akváriumhoz is. Mindenhez alkalmazkodunk, több ezerszer akár egy nap, csak nem számoljuk, nem vagyunk rá büszkék, de így élünk. Érdekes módon itt kevésbé látom ezt az alkalmazkodást, pedig abszolút egy kultúrkör. Hogy fokozzam a fájdalmat, a világon nincs annyi vegyes házasság két ország között, mint itt. Ugye nem csak arról beszélünk, hogy a Szovjetunió volt, de azért ez nem Kazasztán, nem Azerbajdzsán. Még ott is van vegyes házasság, ők tényleg egymás mellett éltek. Már olyan jó ezer éve. Egyébként amikor mi bejöttünk a mai Ukrajnán keresztül eleink, állítólag, akkor ott, már akkor is ott voltak a ruszok, stb., akik egyébként belorusz, nem is ukrán volt, a mai Belorusszia és oroszok a génjeik szerint, majd később ugye lett Ukrajna, de a lényeg az, hogy tényleg testvérek. És tényleg egymásnak esnek, tehát még azt se kell mondani, hogy kulturálisan kell alkalmazkodni, mint amikor elmegyünk Ázsiába, és nem értjük, hogy miért mosolyognak mindenre, miközben azt gondolja, hogy én hülye vagyok, de hát ez ilyen a kultúrája, bologat, ez meg azt jelenti, hogy menj már innen jó Istenbe, hagyjál engem itt a konciérznél, itt a hotelben, meg különben is annyit keresel, amit az egész családom egy év alatt. De közben mosolyog és bólogat. De itt nem, ez egy kultúra. Ez olyan, hogyha most lemegyek, nem tudom, Perkátára, bárhova tényleg. Ők testvérek, rokonok, de mondom, mai napig vegyes házasság sehol nincs a világon annyi, mint orosz és ukrán állampolgár között. Tehát az alkalmazkodás sokkal könnyebb lenne. Mint hogyha nekem kell alkalmazkodnom egy finnhez, egy angolhoz, egy japánhoz, ami szinte lehetetlen, teljesen más kultúra. Egy kultúra van. Egyszerűen a politikai gőg és a politikai ambíció, mivel a P betűt kezdtük, egyszerűen nem engedi ezt az alkalmazkodást. Miközben valószínűleg társadalmon belül nem csak a vegyes vállalatok, tényleg az emberi érzések, biztos, hogy szolidárisak is. Tehát szerintem ez az alkalmazkodás kivételesen a háborús konfliktus idején. Nem is arról van szó, hogy a szerbek küzdenek a muzulmánok ellen, a délszláv háborúban, hogy más vallás, más kultúra, nem. Még a vallás is nagyon hasonló. Politikai okból Zelenszky levált ugye a hivatalos orosz vallásról, de egyébként maga a vallás Ukrajnában nem is annyira fragmentált, nagyon hasonlít körülbelül a magyarországihoz. Tehát nagyon sok fajta nincs, nagyon kevés az ilyen-olyan. Tehát úgy gondolom, hogy az alkalmazkodás nem lehetne igazából gond ahhoz, hogy megegyezzenek. Jön a C betű a vízből, a create. Tehát kreáljunk, dolgozzunk ki kölcsönösen előnyös, kompromisszumos javaslatokat. Megint visszatérek ahhoz, ha csak van egy javaslatom, de erről később beszélni fogunk, az elvkövető és a pozícióvédő tárgyalási stratégia között, hogy mi a legnagyobb különbség. Az se jó, hogyha megegyezünk, mert nekem hosszú távú megegyezés kell, ami majd a legutolsó betű lesz az E, az establish, hogy megalapozok egy hosszú távú kapcsolatot, mert ha nem tudok kidolgozni előnyös megoldást, ami számára is és számomra is előnyös, akkor egy kicsit jegelem csak a konfliktus. Olyan megoldási javaslatokat kell kitenni, letenni, amiről azért tudom, hogy nem fogja lerúgni. Van olyan tárgyalási koncepció, ami azt mondja, hogy legyen A tervet, B tervet, C tervet, így élünk.
Volt egy nagyon aranyos lány, MCC Erdélyi Politikai Iskola, kicsit könnyebb hangulat legyen. Tanítottam neki a telát, a tárgyalási egyesség legjobb alternatíváját, és mondta, hogy most jelenleg három barátja van, akkor ez az? És mondta, hogy például igen. Igen, tehát alternatíva van a magánéletünkben, nem az első autót vesszük, meg nem az első fenyőfát karácsonyra, de valóban olyan javaslatot kell kidolgozni, meg akkor is, amiben érzem, hogy ebben van alkupozíció. Tehát azt mondom, hogy én ezt kérem, akkor még hagyom alkudni, idézőjelben, ez nem piac, de azt mondom, hogy ezt a várost most szabadítsuk fel, azt mondja, hogy felét, én már annak örülök, hogy legyen egy humanitárius folyosó. Hát ez az adókapuk, ami a magánéletünkben is van, üzleti életben, bárhol, ehhez nem kell főtárgyalónak lenni. És ez mind azért van, hogy kapcsolatot építsek. Egyébként minden tárgyalásnak ez a lényege. Bárki bármit mond, minden jó tárgyalásnak a kapcsolata lényege. Egy tárgyalás lehet másfél perces, a bolond szomszéddal a busz megállóban, vagy lehet egy béketárgyalás 10 évig. Mindig kapcsolat kell. A péknek sem az a jó, hogy eladj csütörtökön 70 zsömlét, majd utána minden nap 2-t, inkább adjon el minden nap 15-öt. 14 évesen Almádiban dolgoztam, 8. után Balatonon, és többen azért jöttek a strandon, és többen jöttek, hogy a kisrác úgy csinálja a meleg szendvicset, ilyen vastag a májkrém, tele van reszelt sajta. Ez így drágább volt, mint hogyha leloptam volna, de azért jöttek még 10 minden nap, most senki nem ad ilyen jó meleg szendvicset. Tehát mindig a kapcsolatra kell töregedni. Egyrészt szokták mondani, hogy kicsi a világ, úgyis belefutunk, meg bejön az én utcámba, és tényleg bejön. Diplomáciában is, magánéletben, üzletben is. Mindig úgy kell tárgyalni, hogy lehetőleg ne rúgjam le se a partneremet, sem pedig a lehetőségét annak, hogy mi még fogunk tárgyalni. Ez itt nagyon nehéz, mert tudjuk, hogy milyen konfliktus van. De akkor is ez kell, hogy hosszú távú, fenntartható és természetesen békés. Tudom, ez most nem úgy tűnik, de enélkül nem is lesz megegyezés. Nem lesz. Mert ha részeredmények vannak, az tényleg arra elég, hogy a másik még fölhízzon pénzben, energiában, iparban, fegyverben, kapcsolatban, ahhoz utána megint elkezdjék a hisztit. De hogy ne üljek üres kézzel, hoztam egy jó drága módszert, ezt hívják Harvard módszernek, nem jobb, mint a víz. Az a lényeg, hogy van a pozícióvédő, ez a kettő van, és az úgynevezett elvkövető. Pozíció védőre, ez most tényleg nem politika, a legegyszerűbb példa, hogy kell egy narancs, hogy hívnak narancs? Glória. Hogy? Glória, hát te vagy a milyen belül, te kell lesz a háború. Dicsőség, végre Glória. Megszólítanak, nem baj? Glóriának kell egy narancs. Nekem is kell egy narancs, mert mindig nem politika, esküszöm. Egy darab narancs kell Glóriának, nekem is egy darab narancs kell. Mi mondjuk a magunkét, orosz-ukrán, én az ukrán, ő az orosz, teljesen mindegy, nem rólad szól, hogy mindenki értse a narancsosztorit. Ez a legkönnyebb, és talán tudjuk, hogy mi a pozícióvédő tárgyalás. Mondom, ma nekem kell egy narancs, úr, ennél kedvesebb kultúrát, tehát azt mondja, nekem is kell egy narancs. Nekem, és ezt mondjuk, és így vége a napnak, holnap, senkinek nincs narancs. De Glóriának már megint több esze van, és azt mondja, hogy rajmunk, felezzük el. Na jó, felezzük el, nem vagyok boldog, ebből lesz a háború. Glóriának van egy fél narancs, nekem van egy fél narancs, de nem vagyok boldog. Ebből háború lesz, mert nekem egy narancs. Én mondtam, egy narancs kell, így van. Glória nagyon kedves, kompromisszumkészséges, és azt mondja nekem, hogy felezzük el. Jobb, mint az, hogy semmi nincs, de nem örülök. Előbb-utóbb, ha összeszedem magam, én el fogom venni azt a fél narancsot. Ahelyett, hogy megkérdeztem volna, én nekem lehetett volna több eszem idősebbök, hogy te Glória, ha neked miért kell az a narancs? Mert kiderül, hogy Glória sütit csinál, lereszeli a héját a pitébe, én meg akarom inni. De sose derül ki, na ez az elvkövető tárgyalás, pénzbe nem került sem egy miért. Miért kell az a narancs? És kiderül, hogy mind a kettőnknek egy egész narancsunk van. Na most így élünk több ezer év, hogy nem kérdezzük meg sajnos, még magánéletben sem, nem úgy háború esetén, hogy miért kell ez a narancs, pedig nagyon egyszerű. Na most itt tartunk, most jelenleg sajnos nem is a fél narancsnál tartunk, én egy hónapja azt hittem, de sajnos nem.
Kedves nézőink, az elmúlt percekben arról tájékozódhattak, hogy milyen szerepe van a diplomáciának a háborúban. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!